Jó estét kívánok az Abcsalma nézőinek, azoknak, akik online vannak, és azoknak is, akik itt vannak. Ma egy érdekes témával fogunk foglalkozni. Ugye az 1 Korintus 12.7-ben Pál azt mondja, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. És igazából, amikor az emberek szeretnének többet kapni abból, hogy a Szent Szellem működjön az életükben, akkor nem gondolják azt végig szerintem, vagy legalábbis én nem szoktam végig gondolni, hogy az jár némi feladattal is. Pedig Pál, ahogy itt elmondja, hogy a 1 Korintus 12.7-ben nem ok nélkül kapunk egy-egy kijelentést, vagy megnyilvánulást Istentől. És arra egy kicsit szeretném ezt így megvilágítani egy történeten keresztül az Abcsel 8-ból. A 26-tól 30-ig terjedő részt olvasom föl. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak az etiópok királynőjének udvari embere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? És azért hoztam el ezt a történetet, vagy ezt a történetrészt, mert igazából Fülöpnek volt egy indítása, Isten vezette őt. Tehát kapott egy, ha úgy tetszik, vagy ahogy karizmatikusok mondjuk, egy kijelentést kapott Istentől, de céllal kapta. És amikor olvastam ezt a történetet, nekem mindig egy csoda volt Fülöp, hogy mit keres itt az apostolok cselekedeteiben. Tehát, hogy igazából, ha elolvassuk, ugye őt az Abcsel 6-ban lehet olvasni, amikor őt kinevezik diakónusnak. Tehát az asztal körül szolgáló, vagy a görögök felé szolgálónak nevezik ki. Nem egy nagy tanító lesz belőle, vagy nem tudom én micsodának nevezik ki, hanem diakónusnak. És az emberek úgy, amikor szolgálatba állnak, vagy fölvesznek egy-egy szolgálatot, néha nem tartják sokra azt, amit a kezükbe ad. Pedig, ha végignézzük Fülöpnek a történetét, Fülöp egy egyházi szempontból gyakorlatilag egy teljesen új perspektívát nyitott meg. Mert ugye először olvassuk azt, hogy Fülöp Samáriába megy, és hogy megy Samáriába? Úgy megy Samáriába, hogy elüldözik Jeruzsálemből. Mert Istvánt megkövezik, ő elmenekül, és elkezdi az evangéliumot hirdetni. Semmi más nem csinál, mint amit eddig. Csak nem Jeruzsálemben, hanem tovább megy. Hirdeti az evangéliumot. De samáriaiak azok nem voltak olyan, nem olyan zsidók voltak, mint a jeruzsálemiek. Nem, tehát azok már, nem voltak zsidók. Azok abszolút nem, igen. Tehát egy beköltöztetett nép volt, akinek megtanították, hogy kéne azon a földön élni, ugye? És gyakorlatilag Fülöpet ez nem hozta zavarba, hanem tovább lépett és tette a dolgát. És amikor utána mondja neki a Isten angyala, hogy hát figyelj, akkor menjél már a Gázába felé vezető útra, és hogy elolvassuk ezt a történetet, mindig az esik le, hogy jaj, biztos ott egy embernek kellett hirdetni meg, hogy hát ha az etiópokhoz ő elvitte az evangéliumot, vagy így próbálunk fikcionálni, hogy mi történik, és utána, hogyha egy kicsit elgondolkodik az ember, a Bibliánkban mindig okkal kerülnek dolgok. Ugye a Szent Szellem miért vitte őt oda? És ahogy ezen gondolkodtam, találkoztam az Ézsaiás 56-tal. Az Ézsaiás 56 ugye azért is érdekes, mert ebben a történetben az Ézsaiás 53-ból olvas ő. Tehát ugye, ahogy ül a hintón ez az ember, az Ézsaiás 53-ból olvas, és egyszer majd el fog jutni az 56-hoz is, de miután megtért, és már egyedül jut el az 56-hoz. De hogy ez miért érdekes? Mert Isten nem véletlenül rakosgatta Fülöpöt jobbra-balra. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi történik itt, akkor azt lehet látni, ugye az 56.1.8, az így szól, hogy ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik. Vigyázz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen.
ne mondjon ilyet az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott. Bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem, én már kiszáradt fa vagyok, mert ezt mondja az Úr, ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevüket, nevük emlékét, házamban, és a falaimon belül, különbül, mint a fiak és a lányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Ugye itt az különbül, mint a fiak és a lányok, ugye ez arra vonatkozik, hogy neki már nem lehet gyereke. De itt az Ézsaiás 56-ban egy eunukról beszél Ézsaiás, és elmondja, hogy Isten hogy fog feléjük szolgálni. Ugye ez azért érdekes, mert az eunukok nem mehettek be a templomba, nem vehettek részt a zsidóságnak az Isten tiszteletében. Tehát ők ki voltak ebből zárva teljesen. És azt olvassuk itt az Abcsel 8-ban, hogy Isten rendel egy embert, aki direkt azért megy oda, hogy egy eunuknak elmondja az evangéliumot. És mekkora dolog lehet az, hogy utána Fülöp eltűnik, tehát nem magyarázza tovább, nem tanít neki 3 évig tanítványságot, meg semmit nem tesz vele, csak elengedi az Ézsaiás tekercsével bemerítkezve. És ha ez az ember végigolvasta, akkor mit talált utána? Ugye azt talált, hogy hát ez rólam szól. Ugye egy kicsit megélhette azt, amit a 40. Zsoltárban lehet olvasni. Szerintem ez fantasztikus, hogy ugye a Zsoltárokban annyi minden megjelenik, és itt van ez az emberke, akiben, ha felsóhajt a Krisztus, ugye itt az 1-től 11-ig, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből és a sárból, és iszabból szikrára állította lábamat. Biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veszti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvesztemült hazugakhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható, szeretném hirdetni és elmondani. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz, akkor így szóltam, íme megjelentem a könyvtekercsben, írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, és törvényed szívemben van. Tehát az ember gyakorlatilag átélte azt, mert ez Jézus Krisztusról szól, ez a szakasz, és átélhette azt, hogy olvasott saját magáról az Ézsaiás tekercsben, mert az a tekercs volt nála, és igazából nálunk fejezetre van osztva, de ugye ott nem volt, azért olvasott hangosan, meg azért lehetett hallhatóan, mert ugye a betűket kiolvasták egymás után, és úgy állt össze a szó. És ő megtapasztalhatta azt, hogy Isten róla beszél ott. De visszatérve, hogy miért fontos ez, ugye Fülöp azért kerül oda, mert az etiópok felé Isten kinyitja az evangéliumot, ugye a Zsoltárok 68-32-ben erről beszél, hogy az etiópok felé, meg az egyiptomiak felé szolgálni fog, és utána, ahogy vége van ennek a történetben, csak annyit jegyez meg, hogy átkerül Azótuszba, vagy Asdódba. Tehát Isten tovább viszi Filiszteába, gyakorlatilag. És Isten betölti azt, amit kimondott, és amikor azt látjuk, hogy Isten kimondott nekem, vagy neked, vagy bárkinek egy-egy mondatot, akkor lehet, hogy nem azonnal tölti be, mert ugye az Ézsaiás tekercs, ez megírodott néhány száz évvel korábban, mint ahogy az eunukot olvasta. És ő ott ül a hintón, és fogja, és Isten oda küldi hozzá a prófétát, és betölti azt a szót. És nagyon sokszor van, hogy kapunk valamit, egy kijelentést, vagy csak, hogy valakihez lépjünk oda, vagy csak emeljük föl, és ha ezt megtesszük, akkor neki betöltünk valamit, amit Isten megígért. Isten ígéretét töltjük be. És én nekem ez nagy csoda volt Fülöpben, hogy gyakorlatilag Fülöpön keresztül Isten odalépett valakihez, és megvalósította azt, amit neki ígért. És gyakorlatilag az van, hogy amikor te kapsz valamit az Úrtól, és megcselekszed,
akkor lehet, hogy egy másik embernek a 20 éve megígért dolgát teljesített be. Amikor valaki nekem odaadta a Cseri Kálmánnak a prédikációját a tékozló fiúról, akkor gyakorlatilag a nagyapámnak 40 évvel előtte tett ígéretet teljesítette be, és ő nem tudta, hogy egy ígéretet teljesít be azzal. És nagyon sokszor mi sem tudjuk, hogy mit szólunk hozzá a másik ember életéhez, vagy mit teszünk oda. De amikor kilépünk abban, amiben van kijelentésünk, akkor valósul meg az, amit itt a korintusi levélben mond, hogy a szellemnek a megnyilvánulása haszonra adatik. Tehát, hogyha mi többet akarunk a Szent Szellem megnyilvánulásából, akkor ugye azért mondják mindig, hogy adjuk tovább, amit kaptunk, mert amikor kiadsz a kezedből valamit, akkor üres a kezed, és abba lehet megint tenni. És Isten úgy ad nekünk kijelentéseket. És igazából a mai estének az első kérdése az lenne a részemről, hogy legalább egy olyan dologról beszéljetek, amikor Isten a kezetekbe adott valamit, amiről abszolút nem tudtátok, hogy az hatni fog a másik embernek, viszont amikor odaléptetek hozzá, vagy megcselekedtétek, akkor azt láttátok, hogy az átütött az életén. Tehát, hogy úgy csomagolta ki, mint ahogy ennek az eunuknak megváltozott az élete és bemerítkezett. És nem kell, hogy megtérés legyen, csak hogy azt a pillanatot, amikor a csodája voltál Istennek valaki életében, azáltal, hogy megtettél egy mondatot, vagy egy cselekedetet, amit rád bízott. Ki kezdje? Most én nekem biztosan volt ilyen az életemben, de az ige jött föl bennem, hogy ugye Joppéban van Péter, és éhes, illetve hát fölmegy imádkozni, de éhes lesz, és várja, hogy a szállásadók megcsinálják a reggelit, és közben az Isten szól. És vitatkozik Péter. Azt mondja, hogy nem eszek, semmiképpen nem eszek tisztátalant, és ugye háromszor ez az egész megismétlődik, és abban a pillanatban oda jön az a követség, akit elküld a százados. Aki Isten félő, akiről nagyon csodálatosan ír az Isten igéje, hogy micsoda szívvel volt az Isten iránt, hogy kereste az Istent. Azt mondja, érdekes, hogy azt mondja, hogy a te könyörgésed és az alamisnád meghallgattatott. Arról nem emlékezik meg Isten, hogy a te böjtöd. Tehát azt mondja, böjtölök már negyed napja, mondja ott a százados, de az Isten azt mondja, hogy meghallgattatott a te imád és a te alamisnád. Eljutott hozzám. Tehát ezen elgondolkoztam, hogy érdekes, hogy a böjtöt nem említi, pedig nagyon fontos, de a böjt értünk van inkább. De ugye itt az ima és az alamizsna az még másokért van. Lásd a történet is. Péter rögtön megérti, és azt mondja, hogy meghívja őket a szállásra, pedig ő is csak vendég volt. Ez nagyon tetszett nekem, hogy Péter invitálja őket, hogy aludjatok itt. Ezen is ugye elgondolkoztam, hogy milyen csodálatos közösség volt ott, tehát, hogy nem az, ő is csak egy vendég volt. És amit csak ki akarok ebből hozni, hogy vagy említhetjük Pálnál is, amikor mondja egy nagyon egyszerű embernek, hogy menj el, mert imádkozik. De hát nem megyek el, Uram, hát azért jött, hogy bennünket gyilkoljon. Nem, menjél el, mert sokat fogunk még értünk szenvedni, és ő az én választott edényem. Tehát, hogy bizonyára volt ilyen nálam is. Olyanra emlékszem, hogy fölhívott egy barátom Chiléből, hogy haldoklik a testvére. És ők a Pinochet ideje alatt jöttek ide Magyarországra, és 20-30 évet itt töltöttek, és nagyon jól beszélt a nővére magyarul. És a barátom odaadta a telefont a nővére kezébe, előtte fölhívott engem, és rövid időn keresztül, 14 ezer kilométer, én beszéltem neki így az Úrról. És mondtam, hogy az Úr meg tud téged gyógyítani, de ha nem vagy biztosabb, hogy az övé vagy-e,
elmondanál velem egy imát, azt mondja, nagyon-nagyon szeretnék. És akkor ő ott befogadta az Urat, és teljesen megváltozott az élete, azt mondta a barátom. Elment utána ő, de békesség költözött az életébe, a szívébe, és talán ott én lehettem egy kis pontocska. Nem az én érdemem, mert Jézus érdeme mind, ő irányítja a Szent Szellem a szálakat, ha úgy veszük. De ezeket én nagyon szeretem, nagyon vágyok erre, hogy minél több legyen az életemben. Én nem tudok neked erre választani, hogy ez hogy működik, mert szerintem ez úgy működik, hogy te kész a szíved, azt mondja Dávid, kész az én szívem, ó Isten. Tehát, hogy valahogy kész a szívünk, akkor egy pillanat alatt az Isten olyant tud hozni, hogy belehelyez egy szituációba, és a többi már az ő dolga. Tehát talán ez, hogy kész legyen a szívünk erre, hogy mindig. Nem ír arról, hogy Fülepnél mi volt, de biztos Fülepnek a szíve kész volt. Ha már Zsoltát említett, hogy kész az én szívem. Hát ez a haszonra adatik dolog, tehát a Károly úgy mondja, hogy haszonra adatik, szerintem is azon múlik a dolog, hogy hát egyrészt az övéi vagyunk, tudjuk, hogy az övéi vagyunk, és ezt nem belealszunk a sztoriba, hanem élvezzük, meg élünk ebben az övé vagyok, hogy én Istené vagyok, és ő az enyém, és ez egy friss, mint ahogy most dicsértük az Urat, és amikor az ember átjárja az Istennek a jelenléte, akkor nem kérdés, hogy tényleg az övé vagyok. És ez egy tartós állapot, és az ember ugye a mozgásban az üzlet, tehát a haszonra adatik, az azt jelenti, hogy a Szent Szellem akar cselekedni, és fog is cselekedni, de olyankor működik, amikor mi akcióban vagyunk. De amikor készek vagyunk arra, hogy ő bedobjon egy-egy helyzetbe, bedobjon egy-egy olyan dologba, ahol Jézusról tanúskodhat az egész lényünk, az életünk. Na most a Fülep tényleg az iskola példája, hát ahogy mondtad is, hogy oda menekül Szamáriába, lehet, hogy sarokba szorították ezek a szamaritánusok, akikre ugye azért emlékezünk meg, hogy a mennydörgés fiai mondták Jézusnak, hogy esetleg hozzuk le a tüzet rájuk, de Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy miféle szellem van bennetek. De Fülepnél beteljesedett, hogy ezeknek a szamaritánusoknak elkezdte hirdetni az evangéliumot, és ő is csodálkozott, hogy mekkora erők és jelek működnek. Nem azért, mert a Fülep, ugye erről vasárnap igyekeztem beszélni, hogy a Fülep valami nagyszerű brillírozott volna. Egyszerűen elmondta az üzenetet, átadta az üzenetet. És a Szent Szellem egy puff bizonyságot tett róla. És akkor a Fülep látta, és akkor ott le van írva ugye a Simon mágus, és akkor amit az Emil is mondott, hogy ilyen vannak olyan helyzetek, amikor az Isten nem nagyon bízza a véletlenre a dolgot. Tehát a Péternek el kellett mennie a Kornéliuszhoz, ott nem volt mese. Hát jött angyal, jött küldött, jött a Szent Szellem szólt, minden háromszor addig vizélte az Úr a Pétert, hogy és ez a Fülepnél is így volt, hogy a Fülep is angyal szólt neki, hogy menj oda, egy járatlan útra kiteszi ott Gázánál. Gáza és Jeruzsálem között egy útra, és akkor ott áll, és akkor jön végre a szekér, vagy a hintó, mindegy. És azon a hintó ráadásul egy olyan csávó jön, aki, hát eunuch, egy kasztrált ember, ami azért nem egy feltétlen pozitívum minden szempontból. Nem értem, hogy milyen szempontokra gondolsz. Hát olyan szempontból, amit a Krisztián is mondott, hogy a templomban nem mehetett be. Mondjuk nem értem, de fölment Jeruzsálembe imádkozni. De hogy egyszerűen az evangéliumot kilöki a rómaiakhoz az Úr, a pogányok közé, utána oda teszi ennek az etióp eunuknak, aki elmegy, és Etiópiában ma is őtőle származtatják a jelenlévő kopt kereszténységet, ami ott elég erőteljesen. És nem azért, mert eunuk volt, jó. Ez itt Geri volt ez az okos megjegyzés, hogy mindenki tudja. Rappás hozzászólás. Igen, a hozzászólás Geritől származott, akinek a születésnapja alkalmával külön is gratulálok. Sikerült eljutni. De én azt szeretném mondani, hogy a Szent Szellem tényleg tudja, hogy ő mit akar. Tehát ezt nem nekünk kell
A haszonra adatik az azt jelenti, osztogatja az ajándékait, ahogy akarja, mondja, ugyanabban a 1 Korintus 12-ben, és haszonra. Tehát ezek az emberek, a Péter nem annyira, de a Filip az nagyon nyitott volt arra, hogy együttműködjön azzal, amit a Szent Szellem mond neki, és csinálta. És amikor csinálta, akkor ennek ez lett a következmény, és utána jött a Filip Tours, tehát ami azért egy rendkívüli dolog, hogy ott van ezen a gázai úton, bemeríti ezt a pénzügyminisztert, és utána odébb teszi egy pár száz kilométerrel a Szentlélek, így húpp. Ami ez ilyen, amikor az Illésnél, mikor az Illés elragadtatik, akkor lehetett ott ez egy szokásos dolog, mert ott a proféta tanítványok kérdezték, mondták, hogy ha menjünk, keressük meg, hát az Úrnak a szelleme átrakta ezt az Illést, és mondta az Elizeus, nem rakta át, elragadtatott, hát láttam minden. Nem, azért hát, ha átrakta. Tehát, hogy azért a Szent Szellem nagyon izgalmas dolgokat csinál, és hogyha személyes dolgot kérdeztél, nekem most volt ugye időm, mert forgolottam a betegágyamban sokat, az elmúlt sok év után most kijutott ez is, de hála Istennek, hogy meggyógyított az Úr, erről ugye beszámoltam már, de volt egy olyan része ennek, hogy ezt még senkinek mondta, hogy frissen ti halljátok először, hogy előkerült az édesapámról, meg az édesapámnak a háborús zsidó munkaszolgálatos volt, egy könyv. Egy munkaszolgálatos barátjáról, akivel együtt volt munkaszolgálatos, a fia írt, aki egy történész, írt egy könyvet. És ezt ott akkor a betegség kapcsán elolvastam, és kiderült erről, aki nekem atyai barátom lett, az édesapám halála után ő ilyen apailag gondoskodott, meg zseppénzt adott, meg mindenfélét nekem ez a Gyuri, és kiderült róla, hogy ő úgy bírta ki ezt az egész munkaszolgálatot, hogy zsidó létére nagyon komoly Krisztus hívő volt. Kiderült ebből a könyvből, soha nem tudtam róla. És én ugye úgy neveltettem, hogy ilyen nagyon materialista közegben nőttem fel, hát a szüleim azok, ha Istenről egyetlen dolgot hallottam, hogy nincs. És amikor 30 éves lehettem, vagy ilyesmi, akkor ez a Gyuri, egyébként az Operáz balett igazgatója volt akkor már, mondta, hogy menjek már el hozzá, és beszélgessünk. Jártam így hozzá, hogy te jártunk, beszélgettünk, és előjött azzal, hogy olvassuk el a Márk evangéliumát együtt. Hát engem ugye én azt hazudtam mindenkinek, hogy én ismerem a Bibliát, de tudtam, hogy ez a könyv az, de ugye értelmiségi körökben nem lehetett azt mondani, nem tudom, mi az a Biblia. De ott jó is volt, egy rövid, 16 fejezet, a legrövidebb evangélium, és akkor esténként, hetente egyszer összejött, és akkor került igazából életembe először a Gyurin keresztül az evangélium. És leesett nekem, hogy az Isten úgy látogatott meg engem, és előkészítette már ezt a dolgot úgy, mert én valószínűleg hát el is küldtem, nekem jöttek ilyen bizonyságot tenni keresztények. Hát én mondtam nekik, hogy húzzatok már el, hagyjatok minden békén. Ha majd én megkeresztellek titeket, mit jöttök itt nekem? Kik vagytok ti? De a Gyuritól, aki az sok apámnak... Az Istennek veled. De a Gyuritól, aki az édesapámnak a munkaszolgálatos társa volt, ő nem az evangéliumot mondta, csak együtt olvastuk a Márkot. És én eljutottam, az volt az első meglátogatása az Istennek, amiről tudok, felém, hogy de jó lenne, hogyha ez a Jézus tényleg valóság lenne, nem csak egy ilyen mesekönyv. Mert hát ez tök jó, hát ez az emberhez méltó életet élt. Hát így kell egy embernek élnie, hogy ez a Jézus. Na, hogy én azt mondom, hogy biztos mindegyikünk életében vannak ilyenek, de nekem nagyon vigasztaló volt, amikor úgy beteg voltam, hogy az Isten már ott az
mielőtt még én bármiféle keresztény lettem volna, vagy újjászülettem, ő neki már akkor megvolt az ötlete, a terve, hogy hogyan és miképpen fog engem becserkészni, és hogy juttatja úgy el hozzám Jézust, az evangéliumot, hogy az számomra befogadható legyen. Nekem most eszembe jutott valami, amit nem gondoltam, hogy valaha el fogok mesélni, de ha már ez így megindult, hát ez nálam is megvolt, hogy majd én megkeresztellek. Igen, és aztán eszébe jut ez akkor az embernek, amikor már valóságosan keresztel, hogy ezt még én sem gondoltam komolyan. De amit ennél kevésbé sem gondoltam komolyan, nagyon csúnya sztori. Feleségem nagypapája elköszönt, és mentünk a temetésre, és láttam ott egy papot, aki nagyon mondta az igét, és néztem én, kinéztem őt magamnak, és mondom a feleségemnek egy ilyen szép eseménye, hogy te figyelj, ezt én is tudnám csinálni. Hát ne szórakozz, mert ez nekem is megy, amit ő csinál. Hát, és ez komoly, hogy ő ezért fizetést kap, és én meg nem csinálom ezt. És akkor én ott hobbiból elkezdtem nyomni azt, amit tőle hallottam, és akkor még kérdezgettem is a feleségemet, aki egyébként éppen gyászolt, tehát nem, tényleg nem is értem, hogy ezt hogy gondoltam, hogy most mondd meg, hogy nekem ez így, vagy nem. És ma meg itt vagyunk. És csináljuk azt, amit ő nem pont úgy, de... Tehát ott ilyen szerepjátékszerűen csináltad? Igen, abszolút. Eszem ágában nem volt ez komolyan űzni, valaha megélni, csinálni. És néha eszembe szokott jutni, hogy atyám, te mennyit nevethettél rajtam akkor? Hogy ő már réges-rég előkészítette ezt nekünk. És az ilyen sztorik kapcsán én sokat szolgálok online, ami egy olyan tér, ahol vagyok szemben egy telefonnal, és az ég egy a világon semmit nem látok, nem látok arcokat, nem tudom, hogy kire hogy hallott ez az egész. És a napokban egy 72 éves úr írt be, hogy, és úgy idézem, hogy mondta, hogy nézem a szolgálatodat, és most a napokban miattad keresztelkedtem meg. És nem tudtam hová tenni ezt a dolgot. Annyira meglepett, hogy de jó. Én egy 72 éves úrnak mit tudok mondani, ami miatt ő hallgat rám, és ő lesz az én követőm, nem pedig én az övé, aki sokkal bölcsebb és tapasztaltabb, mint én, és úgy is van, ahogy mondott, hogy ezek nem mi vagyunk, csatornák vagyunk, de szeretném ezt a miattad szót kiemelni, azért, mert a miattad az lehet nagyon jó is, és lehet nagyon veszélyes is. A miattad az az ember fejébe tud szállni. És szépen lassan el tudjuk képzelni, hogy ez a szolgálat valóságosan a miénk. És lehet nagyon gyönyörű is, mert hogyha nem vagy ott, nem vagy tetrekész, mint Fülöp volt, akkor nem tud megvalósulni ez a dolog. Tehát az embernek készen kell állnia arra, hogy megtegye, amit meg kell tenni. De nagyon veszélyes is lehet ez a dolog, és én ez a, volt már olyan, hogy valakinek valamit mondtunk, és akkor láttuk ezt visszaigazolódni. Ez is nagyon veszélyes lehet, mert szerintem előfordulhat, nem mondom, hogy előfordult, előfordulhat az, hogy az ember oda megy valakihez, és azt mondja, hogy azt mondta nekem az úr rólad, hogy. De hogy ez akkor tényleg az úrtól jöjjön. Hogy ne én akarjam azt gondolni, hogy hozzám szólt, vagy nekem legyen valami, bármi célom, akár csak az, hogy én azt mondjam, hogy hozzám szólt. Hanem valóságosan akkor szóljak az ő nevében, amikor ő hozzám szólt. Mert az az, amikor a szellem munkálkodik. És még valami, Fülöp, én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy oké, hogy az aulók elolvasta és magára talált, de hogy vajon milyen lehetett Fülöpnek, amikor elolvasta ugyanezt, és rájött arra, hogy az ő szolgálatán keresztül ez megtörtént valakivel. Én tudom azt, hogy százszor magabiztosabb vagyok abban, hogy nekem szolgálnom kell. Százszor biztosabban csinálom, amit csinálok azért, mert az igény keresztül, vagy személyeken keresztül visszajönnek ezek a jelzések, hogy munkálkodik az Úr rajtam keresztül. Ezek csodálatos pillanatok. Én azt gondolom, hogy amikor valaki felé szolgálunk, akkor az Úr tulajdonképpen szolgál felénk is. Ez a szolgálat mindig két irányú. Amikor én látom, hogy a szolgálatomon keresztül te valamit megtaláltál, akkor valójában én is megtaláltam még inkább valamit.
Igen, én ezért szoktam súlykolni, tehát hogyha ugye azt szokták mondani, hogy az embernek 7-9 perc kell ahhoz, hogy elérjen a rigójájához, hogyha beszélhet, hogy én nekem ezért mániám mindig a közösség, mert ugye pont ott történik meg, hogy szolgálsz valaki felé, és ahogy ő visszahat rád, az formál téged. Tehát ahogy csatorna vagy, és ahogy forrás fakad föl belőled, az téged is átmos, és ahogy látod őt megváltozni, úgy változol te is. Tehát én szerintem nem véletlen az, ugye Fülöpről egy olyan bizonyságot tesz Eusebius az egyház történetében, hogy amikor meghal, akkor utána azt mondják róla, hogy Ázsiában egy csillag hunyt ki, ami majd akkor gyúlik újra, hogyha Jézus Krisztus visszajött. Ugye ő róla azt kevesen tudják, vagy kevesen kötik össze, hogy 4 lánya volt, és ebből a 4-ből ugye az egyház történeti történetek alapján 3 a szolgálatban is maradt. Tehát, hogy nem ment férhez, nem vállalt gyereket, hanem profétai szolgáló volt az első egyházban. Tehát, hogy ha végignézzük az életét, akkor egy olyan dolgot látunk benne, amiben azt mondom, hogy igen, ő nem csak elkezdte a szolgálatot, hanem ment is. És ez szerintem mindig a visszajelzésből jön. Igen. Abból, hogy Isten visszajelez arra. De semmi más nem tett, mint hogy nyitva volt a keze, amikor a feladat jött. És ezt meg ugye nem tudta másként megtenni, mint hogy figyelt rá is. Nagyon sokszor úgy vágyunk a szellemi megnyilvánulásokra, hogy az nekünk, tehát mintha beülnénk egy 4D-s moziba, és szeretnénk azt megélni. De igazából valójában a szellemnek a megnyilvánulásai mindig a közben jönnek, miközben tesszük. Tehát én nekem azért tetszik, ahogy fel is mondja. Most vasárnap. És igen, és Gábor is azt mondta, hogy az egész életünk az, és én nekem ezért volt nagyon sokat mondó az, amit vasárnap mondtál, mert hogy az emberek nagy része nem viszi ki a vasárnapi vagy a házi csoport alkalomról a kereszténységét. Pedig igazából a keresztények nem magukról mondták, hogy keresztények, hanem rájuk mondták. Ugye ez a Krisztuskák nevezetű dolog, hogy rájuk sütötték, tehát az azt jelenti, hogy ők úgy néztek rajtuk ki, hogy ő Krisztus követői, és ez arról szól, amit elmondtál vasárnap is, hogy az egész életüknek a része volt, és én szerintem ezért fontos ez, hogy a lélek megnyilvánulása ugye haszonra adatnak. Hangosan jó? Nagyon sok jó gondolatot mondhatok el, és nem is tudom, hogy mit tudnék hozzáfűzni. Igen, ez a bevezető, igen. Valamint azért megpróbálok. Én nekem most esett le, egy ennyi év után, és rengeteg olvasás után, hogy Filip az angyal ment oda és szólt, és én azt gondolom, hogy itt bizonyos részeket kihagytak a Bibliából. Például azt, hogy valószínűleg nem angyallal kezdődött. Ez most csak az én feltételezésem, hogy nem angyallal kezdődött, hanem azért volt a finomabb szólás is talán, de hogy a legvégén tényleg egy angyal jött. És ahogy te is kiemelted, Feri, hogy ott nincs ott semmi. És ha az ember néhány fejezetet visszaolvas, akkor azt látjuk, hogy minden történt abban a városban. Tehát, hogy megőrültek, tehát teljesen, akik nem jártak eddig, most jártak, démonok, minden megtörtént. Teljes kiöntetés, és elképesztően logikátlan az a gondolat, hogy valaki utána menjen el az ébredés közepéről, menjen el a semmibe. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon nekem ilyen volt-e már, hogy valamilyen elképesztően logikátlan dolgot kért az Isten, és rájöttem, hogy szerintem volt, és nem csináltam meg, mert egyszerűen nem tartottam logikusnak. És hogy elszomorodtam azon, hogy tudtam, hogy ez valószínű, hogy az Úr kérne tőlem valamit, és nem tartottam logikusnak. És szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem néha nem baj, ha nem vagyunk logikusak, és tanuljatok az én hibámból. Legyetek nem logikusak. Hát elég sok ilyen szituáció van, amikor az ember érzi, hogy valamit meg kéne csinálni, aztán bármilyen okból kifolyólag nem csinálja meg, és akkor érzi. De én nekem imádkozásnál volt, amikor emberek megkérnek, hogy szeretnének vagy így beszélni bizonyos dologról, vagy hogy amikor oda terelődik, hogy mondjuk be Istent is,
akkor volt ilyen, amik ilyen nagyon jó érzés, hogy az ember imádkozik, és van, hogy érez valamit, van, hogy nem, van, hogy elkezdi az ilyen teljesen, értsd jól, igazságot mondasz, de nem személyre szóló, hanem amit minden ember iránt az Isten szeretetet érez meg, stb. És akkor van, hogy, tehát, hogy az a jó, hogy az a, amikor érzi az ember, hogy mond valamit, és arra, akivel beszélget, akivel imádkozik, az elkezd reagálni. Például volt, emlékszem egy hölgy, akinek azt a nagyon közhelyes, vagy nem tudom milyen dolgot mondtam, de nyilván nem magamtól, hogy Isten gyönyörködik benned. Olyan szinten kezdett kiakadni, már hogy megnyilvánulni, sírni, mint egy ilyen magzatposzt felvet. Tehát látszott, hogy neki önmagában ezzel a ténnyel, hogy őt valaki értékeli, hogy valaki úgy szereti, ahogy van, ezzel voltak nagyon nagy problémái. És hogy ugye utána imádkoztunk, meg beszélgettünk, és hogy ugye teljesen oda meg vissza volt, hogy az Isten őt hogy hozzászólt. De hát nem esett le nekem a... Nyilván amikor kimondtam, akkor igen, mert ugye reagált rá, de hogy nem gondoltam át, hogy most akkor mondjunk valami nagyon okosat, hanem... Hát olyan voltam, mint a Bálám szamara, hogy bős, ő is. Tehát, hogy ez szerint... Egyébként ilyenkor ilyenek vagyunk. Tehát, hogy ezt tök jó gondoltam... tud lenni, de nyilván kihívás egyébként, mert az ember, vagy hogy mondjam, inkább olyan értelemben lehet az, hogyha az ember azt hiszi, hogy neki most valami nagyot kell mondania, és ja, vissza. Igen, elfelejtettem, kihagyott az agyam teljes mértékben. És, hát nem és a két példát is akartam mesélni, csak ezt így... Valóság volt logikus. Az egyik, csak hogy így, mivel egy példát kértél, azért gondoltam, hogy erre példát adok. Az egyik, csak két egyszerű dolgot hoznék fel. Egyszerűen Pécsen voltunk evangelizálni, és egy ilyen... Leültem egy srác mellé, egy ilyen 18-20 éves forma srác mellé, és csak ami úgy bennem volt, azt úgy kimertem mondani, hogy neki nagyon rossz, nem betett, éppen köszöntünk egymásnak, és mondani, hogy nagyon rossz kapcsolatod van az édesapáddal. És abban a pillanatban egy tök idegen ember látható, hogy elérzékenyült, és egy nagyon hasznos és jó beszélgetés volt utána. És nem sokkal rá, nagyjából fél évvel, egy kétnapos alkalmon voltunk vidéken, Baján azt hiszem, és volt ott egy lány, egyébként egy fiatal lány, én akkor voltam 23-24 éves, talán 25 is, és egy ilyen 17-18-19 éves lány, akire ránéztem, azt éreztem, hogy gyönyörű, és hogy el kéne neki mondani, hogy milyen gyönyörű. De hogy ez kellemetlen, nem akartam én ezt mondani, én házas voltam már akkor, nem tudom, egy olyan szituáció, hogy egy fiatal lányhoz én oda megyek, és hogy azt mondjuk, hogy itt gyönyörű, nem tudom, nem tudtam én ezt hova tenni egyáltalán, tényleg, és visszakoztam ebből, és azt mondtam, hogy ezt nem... Mondja más. Hát mondja más, így van. Aki nincs, nem nős. és akkor másnap ott volt egy alkalom, és akkor ott imádkoztunk együtt, és akkor odajött hozzám, hogy hát beszéljen velem, és akkor kérdeztem, hogy van, és hát imádkozhatok-e valamiért, és mondta, hogy hát neki az arcán vannak, én észre se vettem, vannak rajta sebek az arcán, és hogy hát ez annyira zavarja, és egyszerűen éreztem abban a helyzetben, hogy én ezt miért nem mondtam el neki tegnap, most már nem... Nem itt akkor át. Nem, tehát hogy elmondtam neki, hogy hát igen, hogy tegnap, de nem mertem, mert rossz helyzet, és a többi. De érezhető volt, hogy nem tudott akkor abban a helyzetben mit csinálni vele, és biztos, hogy benne, hogy az Isten az megoldotta ezt a dolgot nála, vagy hát nagyon bízom benne, de hogy ott egy nagyon rossz érzés volt, hogy igazából... Most mit veszthettem volna? Hát kellemetlen helyzet, de hát na, megcsapottam. Mondtad, hogy személyes dolgot, akkor följött bennem egy nagyon személyes és konkrét dolog. A misszióval országon belül is, meg külföldön is volt így kapcsolat emberekkel, és valahol meghívtak szolgálni, és ott volt egy lelkész, akit külföldről hívtak meg,
és hát azt mondja, hogy hát elmenne oda, de nincs, aki elvigye őt oda. És akkor mondtam, én elviszlek téged abba a községbe. És utána azt tapasztaltam, hogy azokat az embereket, akikkel kapcsolatom volt, vagy aki utána meg is tért, akkor egyszer megállok egyik községbe, és mondja egyik testvér, hogy Józsi bácsi, azt mondja, hogy ha valaki a mennybe kerül, akkor te ott vagy. Mondom, akkor te ez honnan vezet, vagy miért? És azt mondja, hogy hát azt mondja, látom, hogy te mindig úton vagy, valaki nem tud a gyülekezetbe elmenni, akkor fogod magad is, elviszed a gyülekezetbe, de ez nagy kilométerekre is. És ez nem csak a mondjuk a roma misszión ott csúcsosodott, de az, hogy amikor az emberekben ez megelevenedik, az, hogy például azt mondja egyik, megáll előttem, Józsi bácsi, azt mondja, hogyha el szeretnék adni az autódat, akkor nagyon kérlek, akkor szóljál nekem, mert ezen az autón olyan áldás van, annyi áldás van, és körülbelül három autóra emlékszem, akit ők jelentkeztek, hogy nem akarom már eladni az autót. Tehát nem kellett fel, tehát... Licitáltak rá? Licitáltattad rá őket? Ja, többet értem. De, és akkor jöttek, és utána még sokáig láttam, hogy jár a én zöld Valburgommal, és olyan csodálatos az, hogy nem is gondolja az ember, hogy amiket tesz, hogy mások felé, és akik utána rajta keresztül megtértek, és személyes bizonyságot tehetem többeknek, akik utána megtértek, és a házi csoportunkba jöttek, és ottan bemerítettem ezeket az embereket, és az a személyes, hogy nyilván áldozatokkal jár emberileg, de én nagyon hálás, eszembe se jutott, hanem hogy ha nem tudott hazamenni, akkor átadom a helyemet neki, és nagyon-nagyon csodálatos, de leginkább mondom, amikor ez a egy vagy két eset is előfordult, hogy szóljak, hogy el akarom autó, mert az autó, azt mondja, ez olyan áldásom, annyi ember meg továbbítés, tudott oda is elmenni szolgálni, amoda is, ő a gyülekezetbe el akart jönni, de nem tudott volna, hogyha te nem mész oda, vagy 30 kilométer volt a gyülekezettől, és akkor oda viszem. Az Úr ilyen dicsőség nem azért, de tényleg ez nagyon szívemmel van. Csak visszatérve Samáriára egy gondolattal. Jézus azt mondja, hogy mondta azért Jézus, az én ellenem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. És annak az aratásába küldelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan hívének benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak beszédér, aki bizonyságot tett róla, hogy mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. És akkor ugrok egy verset, és azt mondják utána az asszonynak, hogy most már nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát Jézus egy olyan magot szór el ott Samáriába, amit amikor Fülöp oda kerül, akkor Fülöp tudja learatni azt a csodálatos vetést, amit Jézus ott már elvetett előtte. Tehát, hogy megáll, hogy beszél az az asszonnyal, hogy pont a Szent Szellemről beszél, tehát nekem nagyon kedvenc részem, hogy azt mondja, hogy az Atya olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És ez gyakorlatilag, ez én azt gondolom, hogy bármelyik pillanatban, amikor Szent Szellem
ránk száll, vagy megérezzük, vagy betölt, vagy föltör bennünk, akkor már abban a pillanatban kész vagyunk arra, hogy azt a szolgáltat tegyük, amit valaki talán elkezdett, nem mi. De mi be fogjuk végezni. És csak még egy gondolat, hogy a börtönben volt egy ember, ott voltunk a gyűjtőbe, nem oda szoktunk járni Baracskára, most a héten újra mehettünk, mert ez egy nagy öröm nekem, el voltunk tiltva egy ideig, és a gyűjtőbe ez az ember, ez az egész családját megölte. Tehát a feleségétől, a gyerekeitől kezdve mindenkit. És lejött az összejövetelre, és annyira megérintette az Isten igéje, hogy utána kér Bibliát tőlünk, és nagyon érdekes, hogy most csütörtökön is voltunk, az elmúlt csütörtökön, és két ember volt ott a fiúk közül, ez Baracskán volt, és az egyik megtért, a másik meg azt mondta nekem, amikor hívtam őket az Úrhoz, hogy a gyilkosoknak nincs helyük. Tehát azzal én rögtön tudtam, levettem, hogy ő gyilkosságért van benne, mert nem ismered az embereket. Tehát jönnek, lejönnek, több ezren vannak ott Baracskán. És próbáltam neki igenis elmondani, hogy Jézus mindenkire eljött. És nem tudom, hogy mi lesz, de nagyon bízom benne, hogy két hét múlva újra megyünk, akkor ez az ember el fog jönni, és valamit az Isten elkezdett, és tudjátok, amiről te beszéltél, hogy hát ezt én is tudnám csinálni, hát tudjátok, miért van ez bennünk? Mert öröktől fogva Isten már eltervezett bennünket. Már Isten, még meg se születtünk, már az gondolatában megvolt, hogy egyikünk prédikátor lesz, a másikunk ez lesz, vagy az lesz, vagy ezt a kincset helyezi bennünk az Isten, vagy azt a kincset, és tulajdonképpen még nem is ismerjük Jézus, de már kincsek ott vannak bennünk, és följön a gondolat, hogy hát ezt én is meg tudnám tenni. Csak a Szent Szellem által tudjuk megtenni. Én tapasztalom, hogy a temetés az nem egy könnyű helyzet volt. Az nem egy könnyű terület. Igen. Hát nekem annyi lenne, hogy ahogy így beszéltek is, meg az Istennek megvan a terve. Megvan az akarata, a terve, tehát a te életed, vagy az én életem, vagy a mi életünk, vagy a gyülekezetünk, vagy az országunk. Tehát az Istennek van terve, akarata. Tehát ez nem az van, hogy jaj, most fog itt improvizálni, meg hogy nem tudom én, hogy lesz. Itt igazából nem ez a kérdés, emiatt nyugodtak lehetünk, hogy az Istennek, tehát ahogy kivárta a megfelelő pillanatot, és te hozzád elküldte az evangéliumot, vagy én hozzám, vagy ott a temetésen, érted? Tehát a legkülönbözőbb módokon, de megkeresett mindegyikünket. Tehát ez már ott volt, öröktől fogva tudja az Úr az ő útjait, a dolgait. Itt igazából az a kérdés, hogy ő gyönyörködik abban, amikor velünk együtt tud működni, mint ahogy mi a gyerekeinkkel. Gyönyörködik, ő szereti ezt. Szereti, hogy az a Filip ott, aki egy diakónus volt, és akkor ő belőle lett evangélista, és így ilyen dolgokat megcsinál ez a Filip. És érdekes, hogy a többi apostolokról nincs lejegyezve. Péterről, Pálról van az apostolok közül lejegyezve sok minden, és ez a Filip... Hát igen, 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 de a Filipről tehát kiemelkedően... most, tehát nyugodtak lehetünk afelől, hogy az Istennek van terve, itt igazából az a kérdés, hogy ebbe a tervbe mi készek vagyunk-e beilleszkedni. Vagy tehát, hogy ott, ahol éppen vagyok, ott van-e bennem egy nyitottság arra, hogy hát szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, hogy imhol van az Úrnak a szolgád, ugye a Mária mondja, hogy imhol van az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. Tehát ez a nyitottság, ez a vágy arra, hogy én kész vagyok arra, én szívesen, én örömmel itt vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Hogy van egy ilyen, ez mennyire van ott a lelkünkben, a szívünkben, hogy hát keresztények vagyunk, jól van, nekünk már örök életünk van, hát aztán többivel majd csak lesz valami, majd az Isten kezd velük valamit, ha akar, egyébként meg ne kockáztassunk. Tehát van egy ilyen keresztény hozzáállás, hogy mi el vagyunk, én is az én házam népe, a többiek meg majd az Úrban. Halleluja. Halleluja, igen. De
érdekes az, hogy vannak némely emberek, akik akkor érzik igazán jól magukat, amit te is mondtál, hogy azt érzi az ember, hogy hoppá, hogy engem az Isten arra használ, hogy más emberek felé megnyilvánuljon, ez valami végtelenül csodálatos dolog, és az is végtelenül nagyszerű, hogy miközben ezt teszem, engem ő úgy megáld és úgy betölt a jelenlétével, hogy egyszerűen én ettől függő vagyok. Uh-huh. Tehát én akkor érzem jól magam. De nem mindenki van így. És én egy kicsit hogy furcsálom is, hogy lehet azt kibírni, hogy amikor van egy ilyen lehetőség, hogy a Szent Szellem lehet, meg Istennel lehet egy ilyen intim módon együtt lenni, és részesedni, és megélni, és megvalósítani, amikor embereket meggyógyít, vagy megszabadít, vagy megtérésre, vagy egyáltalán ma is megkereszteltünk, itt most már minden héten keresztelünk embereket. Ezek fantasztikus dolgok, és akárhányszor tesszük, azt érezzük, hogy hó, micsoda nagy dolog, hogy az Isten ebben együtt működik, együtt munkálkodik velünk. Bocsánat, kicsit téged szeretnélek megerősíteni ezzel az utolsó gondolattal, hogy én most 3 hétig nem voltam, mert azt vettem észre, hogy egyre gyakrabban szédültem, a végén már annyira, hogy először csak pillanatokig, aztán meg azt éreztem, hogy egész nap, hogy kerestük az okát, a miértjét, és a végül oda jutottunk ki, hogy stressz. Túlvállaltam magam nagyon, a munka az rengeteg lett, tanulás, család, és maga annak a tudata, hogy holnap is van egy lista, amit mind ki kell pipálni, és azután is, és na mindegy, és a feleségem mondta, hogy egy kicsit le kéne állni. És egyszerűen én azt mondtam neki, hogy semmire nem tudok leállni, ami Krisztusról szól. Nem tudok leállni arról, hogy róla beszéljek. Nem tudok leállni arról, hogy róla olvassak. Nem tudok leállni arról, hogy ne róla gondolkodjak. És feltettem magamnak a kérdést, hogy miért van ez így. És egyszerűen nem tudok rá választ találni. De azt tudom, hogy ha ez nincsen, akkor tulajdonképpen is lehet, hogy egy csúnya kijelentés. Nem látom értelmét már az életemnek. Most tegyük fél a családot, ott apaként jelen kell legyen az ember, de, és ez egy csodálatos dolog, de nekem személy szerint az énnek, a Berki Csavinak nem látom értelmét, hogyha nem tehetem ezt. És ahogy te is mondod, vannak emberek, akik ezt érzik, és sokkal többen, akik nem, mert hát a hallgatóság mindig sokkal nagyobb, mint a pódiumról beszélő ember, ott általában egy személy áll vele szemben, mert nagyon de sok. Nem feltétlenül a pódiumhoz kapcsolódik. Akár, de hogy... Egyáltalán. Igen, de hogy sok az aratnivaló, kevés az aratunk, és valahogy az arány az mégis az, hogy kevesebb az, akiben ez van, mint akiben nem, de ez valami megmagyarázhatatlan dolog szerintem, hogy miért érzi ezt az ember. Szerintem itt valósul meg az, ugye, amiről beszél, hogy az az örök élet, hogy megismerjünk téged, és ahogy továbbadod akár az evangéliumot, akár magát, azt ami beléd van rekesztve, akkor gyakorlatilag találkozol Istennel, tehát hogy meg van egy Isten élményed, egy olyan megtapasztalásod, ami máshol nincs, tehát a Szent Szellem betölt. És igazából azért vágyik rá az ember újra és újra, mert ez egy jó dolog. És én szerintem, ha az ember a saját területén, mert mindenki, én hiszem azt, hogy mindenkinek van elhívása, tehát az anyának is van elhívása, ha az a szerepe, hogy anyaként, akkor abszolút nagyon durva dolgot tölt be. Ha apaként, akkor is az autószerelőnek is, és mindenkinek megvan a maga területe, ha a saját területén megtalálja azt, hogy tudja továbbadni, akkor gyakorlatilag betöltődik ezzel, és a Szent Szellem lemossa az embert. Én azt gondolom, hogy igazából ez az, amit nem tudunk úgy továbbadni, és ez az, amit a közösség ad tovább, hogy mi elmondjuk egymásnak, és bizonyságot teszünk róla, és valaki találkozik egy hasonszőrűvel, egy olyan, aki jé, te ugyanazt mondod, azt tapasztaltad meg, és akkor onnantól kezdve rájön az ember, hogy normális, ugye, hogy ez mindenki másnál is előfordul, és gyakorlatilag így épülünk föl, mond. Én csak ide kapcsolnék egy pillanatra vissza, hogy én azt gondolom, hogy amikor a munkámban a
mármint a rendes értelembe vett munkámban, dolgozok együtt valakivel, és egy jó munkát csinálunk, amikor benne vagyunk akár egy nehéz helyzetben is, mert mondjuk időnyomás van, vagy akármi, de jó a munkatárs, és tudunk egymásba bízni, elképesztően jó élmény, ott csak programozni is, lehet, hogy az ember a 50-100-1000 kilométerre van tőlem, de tudunk úgy beszélni, csak a szavakat, hogy egyszerűen az a munka egy barom jó élménnyé válik, hogy együtt csinálunk akár egy nehezebb helyzetben is valami jót. És tudod miért? Mert alkottok. Igen. Alkotás. És szerintem ez az érzés, tehát ezért hagyta ezt így ránk nekünk az Isten, hogy így csináljuk ezt a munkát, mert ez még jobb, amikor az Istennel csinálod. Tehát, hogy ha a nyomorult programozásban, és ezt jól kell érteni, ami nincs, sok esetben most olyan cégeknek teljesen mindegy, tehát hogy a világ nem változik meg tőle, jobb biztos nem lesz. De hogy amikor az Istennel együtt, és ha ez tud ilyen jó lenni, hogy az Istennel együtt csinálsz valamit, az annyira különleges, annyira... És a megismerés az, hogy ebben a munkában, ahogy meg tudjuk egymást ismerni, ahogy meg tudom ismerni az Istent, hogy ő hogyan dolgozik, hogyan működik, az valami fantasztikus. Csak egy gondolat, hogy szerintem Isten mindegyikünknek adott valamit, ugye Jézus beszél a példázatban, hogy talentumokat osztott ki, nincs a Földön olyan ember, aki legalább egy talentumot nem kapott volna. És ugye itt a témához kapcsolódva, hogy az már legyen az én felelősségem, hogy kihutassam azt, hogy mit kaptam, és azzal hogyan tudok gazdálkodni, mert én szerintem Isten mindenkit mozgásba akar hozni, ahogy te mondtad. Tehát nincs a Földön olyan ember, mert lehet, hogy csak meg kell ölelni valakit, vagy át kell, tehát nem biztos, hogy mindenkire Isten azt bízza, hogy bombasztikus módon az evangéliumot hirdesse. Tehát, ahogy mondtad, édesanyja, ez az, amaz, de valamit kapott, tehát kapott egy talentumot, vagy kapott tizet, és azzal, ahogy teszünk, szerintem akkor éljük át igazán az Istennek az örömét. Mert azt mondja a Biblia, hogy még a helyét is meghatározta az Isten, hogy hol születünk meg, és mi lesz a nevünk. Tehát annyira konkrétan belehelyezett Isten ebbe a világba bennünket, azért, hogy itt mi elvégezzük abban a rövid időben, amíg élünk, azt a feladatot, amit az Isten ránk bíz. És ez annyira boldoggá tesz engem. Annyira jó dolog. Tehetem börtönbe, tényleg befejezem, hogy akihez odamentem imádkozni a sráchoz, mondja, 19 évig voltam kábítószeres. És azt mondja, hogy mindig megkérdezem, mennyi évek vannak még hátra, ha valamire mérül, nem tudom. És mondta, hogy jelentkezett, hogy szeretné átadni a szívét az Úrnak. Oda mentem, imádkoztam érte, és azt mondja, hogy az édesanyám Floridába él, és haldoklott. És azt mondta, hogy eljön, mert nem akar úgy meghalni, hogy ne lásson engem. És akkor mondták az őrök neki, hogy kelj fel, öltöz föl, mert az anyád itt vár, és azt mondja, hogy hagyjatok már a hülyeségetekkel, most szivattok engem, az anyám 14 ezer kilométerre izébe van, Floridába él. És azt mondja az őr, nem, azt mondja, azonnal öltöz föl, mert az anyád kint van, és a parancsnok külön engedélyt adott, mert azt mondta, hogy addig nem megy el a börtön kapuból, amíg nem láthatja a fiát, mert ő Amerikából jött és haldoklik, és látni akarja a fiát. És képzeljétek el, létrejött a találkozó, és mondtam, meg tudtad ölelni anyádat? Azt mondja, nem engedték. És mondom, mi történt anyádat? Azt mondja, úgy képzeld el, hogy elment és meggyógyult. A halálos rákból meggyógyult. És azt mondja, én nem tehetem, hogy nem adom át az életemet Istennek. Értitek? Én csak most csütörtökön ott egy parányi eszköz voltam arra nézve, hogy kihirdettem az evangéliumot, és mondtam, 13 rab volt ott, mint négyen, és kifejeztem, hogy gyertek Jézushoz, mert ez az egyetlen alternatíva, hogy ne kerüljetek vissza, hogy ne legyetek újra rabok, és újra ne börtönbe folytassátok az életeteket. És képzeljétek el, hogy elmondja a srác, közben sír,
ez egy 40 éves ember, nem fiatal. És rengeteg kérdés lett volna, hogy itt hagyott az anyád, miért ment el Floridába, érted? És akkor hogy, miért voltál 19 évig kábítószeres? De nincs rá idő. Csak elmondta azt, mondja, hagyd mondjam el, hogy az anyám meggyógyult. Hm. Tehát, hogy milyen nagy az Isten, értitek? Már előre azt tervezte ezzel az emberrel, hogy meg fogja menteni, hol? A börtönbe. Hogy én lehetek az, vagy négyen voltunk bent, mi négyen, ez most nem számít. Jézus számít, hogy Jézus meg akart őt menteni. Csodás. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy mindenki keresztül dolgozik a Szent Szellem, mindenkinek megvan a maga talentuma, és igazából nem tudjuk, hogy kinek mi, nem mi döntjük el, de igazából haszonra adatnak ezek a talentumok, úgyhogy használjunk vele, és szerintem lehet az estének a konzekvenciája is, hogy nyugodtan nyújts ki a kezed, és tedd meg azokat a lépéseket, amire Isten buzdít, mert változást akar hozni rajtad keresztül erre a világra.